Ez a 10 éves sok mindent kivett azért belőlünk, tehát akkor igazából nem volt nagyon lehetőség. Tehát ez egy mókuskerék volt. A végén, szerintem nem csak a magam nevében mondom, a tőke tele volt már mindenkinek. Volt benne egy monotonitás, volt benne egy, lecseréltek egy csomó szereplőt, egy csomó új volt, nehéz volt velük dolgozni, mi össze voltunk szokva, de a többiek nem tudtak mindig úgy belesimulni, de így majd 2 év után azt mondom, hogy lehet, hogy nem minden nap, de hiányzik ez a dolog. A csapat hiányzik, olyan voltunk, mint egy család. Neked hiányzik az abasári magányban? Vagy csendben? Igen, ez érdekes, hogy annó, mikor vége lett, akkor engem nem érintett annyira rosszul. Én is azt érzem, hogy talán lélektanilag így a legjobb időpontban lett vége, mert igen, a vége az már kicsit elfáradt. Elegendő volt? Vagy többet várnátok? Vagy többet szeretnétek? Vagy akartok még képernyőn lenni? Persze, én nagyon csinálnám, én annyira imádom ezt az egész életet. Az Ilyen az élet mai vendégei, Király Peti és Kamarás Norbi. Norbi, te egy 2 évvel ezelőtt. Két éve volt már. Annak 2 év. Uh-huh. Öregszel. Ugye? Na, azóta nem történt velem semmi, úgyhogy akkor én megyek. Jó, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Hogy ezután hova szeretnék menni, egyre inkább azt gondolom, hogy vissza. És hogyha vidék, akkor viszont akkor Abasár. Ott van a családom, ott vannak tesómék, úgyhogy ott szeretnék. Elképzelem, hogy egy családi ház, nagy kertel, és akkor ott vagyunk. És nincsenek kamerák. Hát térfigyelők vannak. Azokat mind magamra irányítom, hogy érezzem. Azoknak nyilatkozol majd. Veled kapcsolatban, Norbi, arról volt szó, hogy akkor tervezted, hogy a pároddal visszaköltözöl Abasárra. Így van. És azóta? Ez be is jött. Tehát, hogy vissza is költöztünk, és azóta is ott lakunk. Ugye szerintem akkoriban kezdhettünk el építkezni, talán. Igen, arról volt szó. Igen, hát ez egy nehéz időszak volt, az építkezés sosem egyszerű szerintem, legalábbis akik már építkeztek, azok mindezt mondták. Hát én is megtapasztaltam, hogy tényleg volt ott minden, de a végeredmény nagyon szép lett, nagyon hangulatos, egy nagyon kis pici házikó, egy régi parasztház lesz felújítva. Egy ilyen nagy 60 kertel. Négyzetméter. Nem, tényleg nagyon, tehát 40 négyzetméter az egész. Ja, akkor ti családra terveztek. 42 hát, egyébként. Igen, ezt beszéltük is Odettel, hogy ide gyerek, hát én nem nagyon érkezem. Emeletes ágy. Egyébként tényleg. Szóval, hogy igen, arra nem gondoltunk. De már mindegy. De ez van. És mélázott. Koncepció. Tehát akkor ez egy kiérlelt koncepció volt, lássuk be. Nem gondoltunk ebbe így bele. Aha. De talán gyakrabban kéne mondod, hozzánk jönnöd. Akkor is jó tanácsokat, meg jókat mondtad. Ugye? Hát igen. Mi? Hát, de te voltál a vendég. Nem, te is jókat mondtál egyébként. Jó volt. Na jó, mindegy. Jó volt. Szóval a lényeg, hogy... Légkondi van a kecóban? Van. Te szerelted? Nem. De fel tudtad volna szerelni? Hát nem, mert ugye már nincsenek meg azok az eszközeim, mert azért kellenek hozzá speckó szerszámok. Ugye, mert te az ilyen nap a Budapest erőt klímaszerelő voltál. Jól emlékszel, felkészültél. Mondják a fülére, tudom. Se tudja, ki vagy. Nem, ez nem az a fülé. Szóval... Nem túl nagy a csend Abasáron az ilyen nappal Budapest után. Igen, ez érdekes már, hogy így a reciproka lett, vagy nem tudom, most itt nagy szót akartam mondani, hogy ugye annó, mikor elkezdtük az éjjel-nappalt, akkor az volt, hogy Abasáról kellett felköltöznöm azért, hogy ezt a munkát, vagy ezt a sorozatot el tudjuk kezdeni. Tehát akkor a vidéki nyugalomból jöttem a fővárosi pörgésbe, és most ez pont vissza erre fordult, ugyanis ahogy vége lett az éjjel-nappalnak, mi egyből visszamentünk Odettel, úgyhogy én most ezt nagyon élvezem. Igen, ott tényleg nyugi van, és konkrétan az erdő szélén lakunk, mi vagyunk az első háza, hogy jövünk le az erdőből, és lett egy kutyánk is azóta, és járok vele sétálni, megyünk fel a Mátrába, tehát hogy egy ilyen nagyon nyugis vidéki életem lett. Igyekszem ritkán járni Pestre, Odett szinte minden nap jön, én viszont otthon vagyok és kertészkedek, és így tök jó. De azért, mert annyira bejött ez az életmód, vagy jól esik a 10 évnyi budapesti hát, törgés után? Jól esik, de most annyi dolgom sincs Pesten, hogy én nekem minden nap meg egy autójuk van. Hát innentől nehéz. Igen, úgyhogy tényleg jó egy kicsit ott nyugiban lenni, és csak kiülök a teraszra, és akkor csak úgy
úgy most, hogy jön a tavasz, nem tudom, mikor lesz ez leadva, de ha jövő, hát már jön, már itt van, jön a hideg, ahogy is tudok mondani. Ja. Én ezt órákig el tudom hallgatni, az a vasári Rómeót. Most kezdtem volna beszélni a madarakról, hogy csicsereg. Ide tök jó fia van, vizes poharam, el vagyok az enyém. Ez a tuja bimbózni. Van a bimbó, tuja, tuja. De a tuja az örökzöld. De náluk bimbós a tuja. De hát nő is folyamatosan bimbó. Ja, hogy jön, ja, az ő is. Igen? Ja, jó, bocsánat, budapesti gyerek vagy. Várom már, nem, csak nyírás nagyon. Úgyhogy akkor én akkor ki is lettem pipálva. Azért nem. Egyelőre. De valóban. Na, de veled mi van a sorozat óta? Mert hát azért azok az évek neked is beégtek. Abszolút, tehát ez a 10 év, egyrészt bármikor találkozunk, ugyanonnan folytatjuk ezt a dolgot. A csapatnak volt egy harmadik tagja, a Varga Miki, aki Joe-t játszotta, tehát ez a mi hevelemosunk, ez nagyon meghatározó. Nyilván ez egy olyan 10 év volt, ami szerintem a legtöbbet adta az életünkhöz, pörgésben, ismertségben. Gyakorlatilag volt egy párhuzamos életünk. De 10 éven keresztül volt a saját életünk, és volt az általunk megformált karaktereknek az élete, amit lenyomtunk, és ugye mi a sztoriban a legjobb barátok voltunk. Gábor és Lali, akit játszottunk, és pont ezt mondtuk mindenhol, hogy viszont a magánéletben úgy utáljuk egymást, mint a szart. Ez a vicc része. Tehát, hogy mi annyit voltunk együtt, azt képzeljétek el, hogy heti 5-6 napba forgattunk napi 8-14-15-16 órát. És akkor kérdezték mindig, jártunk haknézni, jártunk rendezvényekre, ketten általában, és mi kérdezték, hogy is a Lalival, és mondom, gyerekek, örülök, ha nem látom, de tényleg, tehát gondolj be, többet voltunk együtt, mint a saját családunkkal. Tehát tudom azt, hogy ha rám néz, ha bárhogy fordul, ha a levegőt vesz, hogy te tudtuk folytatni egymás gondolatait. Tehát ez egy irgalmatlan szimbiózis volt, amiben éltünk. Ezt a Norbitól annó kérdeztük, de most tőled is szeretném megkérdezni, hogy egyébként ebben hogy nem lehetett bele bolondulni vagy hülyülni? Vagy párhuzamos életet élsz, hogy Gábor vagy, de Peti vagy, ő Lali, de amúgy Norbi, meg úgy egyáltalán. És ugye az nehezített ezt a dolgot, hogy nekünk egymást a karakternevünkön kellett szólítani, hogy nehogy elroncsuk. A privát életünkben is. Hogy nehogy elroncsuk a forgatásokon, mert ha nem ezik be, és ő lepeti engem jelenetbe, vehetjük újra az egészet. Mert ugye vágás nélkül vettünk fel 2-3 percnyi jelenetet, és hogyha ott amúgy minden klappol, jókor jön be a statiszta, minden. Csak én elrontom a nevet. Csak én reflexből azt mondom, hogy Peti, vagy ő az, hogy Norbi, akkor kuka az egész, és újra kell menni. Tehát nem hát az, csak azt a mondatot. És a stáb is így hívott minket. Tehát, hogy nekünk nem volt, és már hallgattam a végén. A erre mondják, hogy ez egy skizó helyzet. Most ez nem egy orvosi szakvélemény nyilván, de hogy az ember meg tud ebben zavarodni. A kérdésedre válasz, nekem nagyon sokat segített, én 31 évesen kerültem ebbe a sztoriba. Tehát nekem volt előtte életem, kifordult személyiségem, egyeniségem, de nagyon sokan 17-18 évesen bekerültek, és egy csomó emberen látszott ott, hogy azonos ezzel a dologgal. Tehát, hogy nekünk volt minden héten pszichológus, vagy minden 2 hétben színészmesterség képzésünk volt, improvizációs színészek foglalkoztak, vagy Pó Kornélia, tehát egy csomó olyan arc volt az életünkben, akik segítették ezt a munkát és ezt a sorozatot, és mi se színészek nem vagyunk, de privát arcok se vagyunk, mert annyi képzés és annyi fajta skillt kaptunk, amitől szerintem valahol a kettő között vagyunk. Uh-huh. És nekünk azért volt, bocsánat, még nehezebb, mint például egy másik sorozatban szereplő színésznek, mint például a Barátok közt, hogy ott, amikor a Fókuszban nyilatkozott, a Reggelibe ment el, egy Blicknek adott interjút, akkor ott ki volt emelve, hogy a kis Ramona, aki amúgy a Zsófit játsza a Barátok közbe. Nekünk nem volt ilyen, nekünk a Blikbe és a reggelibe Gáborként kellett nyilatkozni. A Laliként nyilatkoztam, tehát ami éppen akkor ment aktuálisan a tévébe, ami már a való nekünk a múltunk volt. 3 hónapra volt. Hát igen, akkor ez még nekünk egy csavar az egészben. Igen, abba kellett gondolkodni, hogy most a nézők mit látnak a tévében, és nekem úgy kell nyilatkoznom, privátba, elvileg privátba, a Fókuszba Laliként. Jó, egy nagyon profi csapat volt körülöttetek, tehát ez abszolút nem az kérdés. És az is tök jó, hogy még figyeltek arra is, hogy legyen pszichológus, és tanítsanak titeket, tehát hogy fejlődjetek, de hát közben belül, akkor még egyszer, ezt ti hogyan éltétek meg, illetve most akkor Petitől kérdezem, tehát hogy... Nem hiányzott Peti? Arra szeretne utalni, Tomi. Az volt egyszer, a legkeményebb, egyszer? Hogy a nagylányom az apának hívott. Az anyám az kisfiamnak, az akkori párom az, nem tudom, kutyának, szerelmemnek, drágámnak, kutyának. Tehát kutya, senki nem szólított Petinek. Tehát, hogy, és attól függetlenül Peti megmaradt, és rohadtul jelen volt, és egyáltalán, de hogy problémát nem okozott, néha így tudtam Gábor mögé múlni, hogyha bármi olyan sztori volt, akkor ez Gábor csinálta.
Jaj, de jó. Én is azt gondolom, hogy fedezék volt. Értem. Gábor. A média fele is, bocsánat, a média fele is. Kovács Dani, aki a főrendezőnk volt sokáig, ő mondta azt mindig, hogy addig örüljetek, míg megvan ez a fedezék, mert addig a média nem titeket szed szét, hanem a karaktert. És nem értettük, és rohadtul lázadtunk, nem lehetett Facebookunk az elején, nem lehetett egy csomó olyan dolog, amiért mi sztrájkoltunk, hogy miért is nem értettük, és borzalmasan működött. Igen, mert központosítva volt ugye az éjjel-nappal Instagram oldala, meg az éjjel-nappal Facebook oldala, csak ott lehettünk jelen. És a sajtófőnök, a Világi Peti volt, aki ezekre reagált és válaszolt, és egy csomó olyan dolgokat írt, hogy itt ültük és tértük magunkat, hogy de hát mikor mondják én ilyet, és mondta, hogy ezt nem te mondod, ez Gábor mondja. Ezt a karakter és mondja. És egy, de jó alibi. Amúgy, igen, most nem tudom eldönteni, hogy ez jó, vagy nem jó. Bocsánat, akkor most elmondtad, akkor, hogy én is így fogtam fel. Sokan így lázadtak a karakterük ellen, hogy nagyon más volt a saját személyiségük, meg a karakter, amit nekünk el kellett játszani. Szerencsénk volt, nekünk nagyon jó karakterünk volt. Mert hogy a Lali hozzám nagyon közel. Megszerethető karakter. Tehát mi nagyon jól kiegészítettük egymást, és ő volt a kiskutya, aki mindig szarba keveredik, mindig valami baj van vele, Gábor, aki megmenti. Igen. És a barátság, és a család, és az egység, és ezt imádta mindenkit. Egyszer volt de a privát életben is ugyanez volt. Én csináltam a hülyeségeket, te meg mindig mondtad, hogy állj, meg ízi, tehát hogy tényleg... Mert a szerepében maradt. Hát nem, amúgy is én felnéztem rá, mert azért idősebb, meg tapasztaltabb. Egyébként igen, csomószor mentünk haknikra, az általában úgy nézett ki, hogy az akkori párom zenélt, a Ladi ült mellettünk, én meg voltam a harmadik, és mindig ők ketten romra vágták, meg berúgtak, meg budi volt, meg ültem a kocsiba is vezettem, de úgyhogy forgatás után ott még megyünk le, nyírmegyes, meg tóalmásat, és ezek hátunk ketten, én meg jöttek a rendőrök, állítottak meg. Gábor, van üdvözlöm, Lalit esetleg itt fekszik mellettem, itt a Lali, és szedtek ki, és mentünk rendőrségi felvezetéssel haknizni, tehát ugye elképesztő dolgok voltak. Ez nem hiányzik, hiszen párhuzamosan megy azóta is az életetek, mind a ketten vőfékedtek. Ott keresik-e Gábort benned, és benned Lalit? Hát hogy? Azóta is? Két év eltelt már? Persze. Melyik az a kérdés, amit 10 milliószor föltettek eddig? A Lali tényleg az életben is ilyen hülye? Ezt mindenhol, mindenki ezzel a szó összetétele megkérdezi. Igen, és? És mondom, hogy nem, ennél sokkal hülye. Illetve, hogy hol a Lali? Mondom, életem, nem élünk együtt. Ja, jó, tudom, de én... Tehát, hogy ez ilyen... A Vasáron voltál? Igen. Egyszer mentünk egy haknira, és elmentünk a testvéréért. És de meg... ezt a palotát nem láttad még? Nem, mert én 50 négyzetméter alatt nem megyek el sehova. És megérkeztünk a Vasárra, és a tesója ott már valami tintafínazás volt, és a lényeg az, hogy mire megérkeztünk a buli helyére, a Gergő olyan szinten rúgott be, és a részek volt, hogy meg kellett hagyjuk a kocsiba aludni, megcsináltuk a bulit, kijöttünk, hazaértünk, és itt a házat kellett fel, hogy na! Tudtuk, hogy ennek... De akkor még nappal nem voltál? Nem. Tehát még úgy nem. Meghívsz? Most itt kamerák először? Éjjel-nappal. Most itt meg, de majd lemondom utána. Köszönöm. Kucsolják rá. Megyek a Joe-hoz. Szóval visszatérve, én nagyon örültem ennek a Lali karakterének, mert ugye akkor, amikor én bekerültem a sorozatba, amikor ez az egész elindult, akkor 23 éves voltam. És akkor tényleg olyan voltam, mint a karakterem. És fú, de én Cseplőbotló, Cseplini. Igen. Szóval nagyon-nagyon sok mindenbe hasonlítottunk, és ahogy olvastam a forgatókönyvet, tényleg olyan sztorikat kellett eljátszanom, ami amúgy már megtörtént velem, vagy ha nem, akkor is simán megtörténhetett, mert annyira közel állt hozzám. És én, amikor elmentünk egy sztorigálára, egy Joy, egy bármilyen nagyobb eseményre, és akkor ott nyilatkozni kellett a sajtónak, ott is olyan hülyeségeket mondtam, de visszanézve utólag nem baj, hát úgyis azt hiszik, hogy belefért a karakterébe. Mert hogy, és akkor, ahogyha én majd egyszer ki akarok lépni Norbiként, akkor tudom azt mondani, hogy az mind a Lali volt. Minden. És akkor ez egy tényleg egy jó ide. Palást. Eljutottunk ide egyébként, hogy ki akarsz lépni? Pessimista. Hát én most már ugye Norbiként vagyok, hogy most... Az emberek nem jutottak el ide. Nem tudott szétszedni még. Igen, azt gondolom, hogy azért én már sokat értem, sokat fejlődtem, tehát én már azért csak túl vagyok a Lalin, de az emberek fejében Laliként élek. És szerintem Lalit imádták. Igen, de nem is biztos, hogy baj ez. Tehát én nem küzdök ez ellen. Igen, nyugodtan ez lehet a trükk, mert ha bármelyikőtök, vagy bárki, aki ebbe az élethelyzetbe kerül, hívjuk ezt egy élethelyzetnek, felnőtt emberek döntése, ők ebbe belépnek, így csinálják, pont.
ha ez ellen elkezdesz küzdeni, az egy borzalmas meghasonlás. És izzadságszagú az egész tesség. És izzadságszagú az egész tesség. Igen, és viszont a idegrendszer tönkre tehet. Persze. Tehát azt komolyan hazacsaphatja, mert elnézést, hát én Péter vagyok, nem Gábor. Jaj, hagyjad már, te volt Gábor. Volt olyan kollégánk, aki így kikérte magának, emlékszel? Igen, de aki ezt nem tudja a helyén kezelni, nekem az öcsémet Gábornak hívják. És ez egy végtelen nagyon izgalmas érdekes sztori volt, és amikor biztosra vált, hogy bekerültem a sorozatba, éppen telefonált, és mondta neki, hogy képzeld el, mondom, Gábor lesz a karakternevem. Fölnézett, végre normális keresztneved van, és beszélt tovább. Tehát, hogy nekem a Gábor ugye az amúgy is az életem része volt ez a név, tehát nekem az annyira nem volt ezzel nehéz azonosulnom, de tud ez károkat okozni. Téged, mert ugye a Norbival erről beszélgettünk, amikor itt volt. Hogy mi lesz velem utána, még egyelőre nem tudom. Nem tudom, vannak terveim, de fura lesz nagyon, hogy megszűnik ez a rendszer az életembe, amit eddig az éjjel-nappal adott. Hogy jönnek a diszpók, hogy be kell mennem forgatni, hogy nem tudom én, forgatókönyveket olvasok, és egy csomó-csomó minden, ami egy ilyen sorozattal jár. Téged hogy érintett, hogy ennek az évtizednek vége lett? Ez egy borzalmasan, és a szó jó értelmében, csodálatos, színes és mindent elsöprő utazás volt. Tehát szerintem ilyen nem sokszor van egy ember életében, amit mi ott kaptunk felhajtásba, utazásokba, hát annyi külföldi helyen forgattunk, olyan emberekkel, olyan tehetséges emberekkel dolgozhattunk, annyiféle sztori történt velünk, annyiféle lehetetlen helyzetben voltunk, halottas kocsiból csináltunk masszázsautót. És ott frankon hoztak egy halottas kocsit, és alakítottuk át, és abban masszíroztunk, tehát ilyen őrületek voltak, elmentünk Ausztriába a menedzserét megkeresni a hegyek tetejére, ott adott koncertet, tehát hogy tengeralattjáró bázison aludtunk bent a Montenegróba, tehát hogy ilyen olyan sztoriánk voltak, ami amúgy nem történik meg egy emberrel. Bohózottan rettegbe futottatok erdőkben, mi? Az egyik legjobb jelenet a világon. Tehát hogy annyiféle dolog volt, a végén szerintem nem csak a magam nevében mondom, a tőke tele volt már mindenkinek. Volt benne egy monotonitás, volt benne egy, lecseréltek egy csomó szereplőt, egy csomó új volt, nehéz volt velük dolgozni, mi össze voltunk szokva, de a többiek nem tudtak mindig úgy belesimulni, de így majd két év után azt mondom, hogy lehet, hogy nem minden nap, de hiányzik ez a dolog. A csapat hiányzik, olyan voltunk, mint egy család. Tehát többet voltunk együtt, mint a saját családunkkal. Okay. Neked hiányzik az abasári magányban? Vagy csendben. Igen, ez érdekes, hogy annó, mikor vége lett, akkor engem nem érintett annyira rosszul. Én is azt érzem, hogy talán lélektanilag így a legjobb időpontban lett vége, mert igen, a vége az már kicsit elfáradt. De ugye mindent ennek köszönhetünk, és tényleg, ahogy Gabi is mondta, hogy egyszerűen olyan élményekben volt részünk, hogy másnak biztos vagyok benne, hogy egy egész életen át nem, összesen nem adatik meg ennyi. És bocsánat, csak egy mondat. Jó barátok, 10 évadot forgattak, 276 rész. Mi 2800 részt forgattunk le. Tehát 2670, tehát 2600 és 2700 valamennyi. Többet, mint Jennifer Aniston-ék? 10-szer. 10-szer többet. 10-szer annyit forgattunk. El se fogom. Tehát, hogy ez egy olyan mennyiség, olyan információ, annyi variáció van ebben a dologban, annyi átöltözés, annyi forgatókönyv, hogy... De ebbe belefért bármilyen élet is ezen kívül? Megkérdezték egy csomószor, és ti mit dolgoztok? Így álltunk, hogy hát ő ács, én lakatos vagyok, tehát nincs semmi. Gondolj abba bele, hogy volt olyan az elején, hogy de 17:30 fejeztük be hajnalba a forgatást, hazavittek a Margit körútról a 13. kerületbe mindenkit, és 10:30 jöttünk vissza. És ugyanez külföldi forgatás, ami avval szoroz meg, hogy ott nincs lehetőség ismétlésre. Tehát ott mindent bebiztosítottak, mindent túlbiztosítottak. Olyan erőltetett menet volt, hogy nem tudom elmondani. És ebbe nálad például magánélet, hát egy 31 éves ember 41 éves koráig ezt csinálja.
Igen, én az egyik szereplőlánynál éltem 5 évig ebből a sorozatból, tehát az ott az egy, a felét lefette. A másik 5 évben pedig nem, van egy párkapcsolatom, azóta a feleségem lett, van egy gyönyörű, most múlt héten volt 3 éves a fiunk. A nevét elmondod, mert fantasztikus. Rendesen még most is fura, hogy így a magánéletéről beszél. Igen. Esküszöm, hogy nekem, mert ugye erről sose szabadott. És most így beszélsz, hogy mi van amúgy, és ilyen tök fura most. Igen, a fiam az király Dante Dominik, ő egy tipikus Dante, és ez a 10 éve sok mindent kivett azért belőlünk, tehát akkor igazából nem volt nagyon lehetőség. Tehát ez egy mókuskerék volt, nem tudom szebben fogalmazni. Reggel elindult, este vége volt. Ebből a 10 évből 5 évig az egyik munkatársad volt a pár. Igen, az egyik más, egy főszereplő lány, igen. A főszereplő lány volt a igen, párod. Igen. Bocsánat. Nem akarod ezt nem akarod kibontani. De ki akarom? Dehogy akarod. Érteni akarom. Szörnyen nehéz volt. Tehát amikor te szeretsz valakit, és valakivel intim kapcsolatban vagy, és valakivel együtt élsz, és azt látod, hogy egy másik szereplővel ágyjelenet van, csókjelenet van. Tudok úgy csókolózni vele, itt most, az összes kamera előtt, hogy mindenki azt, hogy csókolóztunk, de nem érek hozzá a szájához. Tehát ezt mutasd már meg. Nem, tudtam, hogy ezt fogod kérni. Ott ül egy szeretőfény, akit imádok. De nem ér hozzá. Nekünk olyan botrányaink voltak, hogy a forgatás megállt. Tehát azért ezt normálisan nem lehet kezelni egy egészséges léleknek. Érted, hogy azt látod, hogy a párodat azért fogják meg, vetköztetik, jön ki bugyiba, meg nem tudom, tehát, hogy, és fekszik rá a pali, és fordítva. És mondjuk az volt a legszerencsésebb sztori, hogy nekem meg a lánynak volt a legtöbb párkapcsolat variációja az egész sztoriba. Egyébként tényleg. Tehát, hogy ez, mondjuk ez el, Kovács Dori nem mindig nálunk járt szólóban, itt ezt a palikét világában. El lehet. Nálunk járt szólóban? Az egyik legnézettebb influencer is keresettebb, ugye imádják. Nem tudom, nem ismerem. Fél évtizedben. Más volt a neve, az úgy ismert. Igen. Zsófi. Szóval ez nagyon nehezítette ezt a dolgot. Nyilván onnantól ő hamarabb kiszállt, tehát onnantól azért ez egy könnyebb volt nekem, illetve a mostani a feleségem, ő privát. Tehát... Értem, várjál, bontsuk még ezt tovább. Bontsuk. Mondtad, hogy ne bontsuk. Akarom bontani. Nem akarom. Védd meg, Lali. Nem keveredett Gábor és Péter a magánszférában? Nem, mert mi sose voltunk a sztoriba egy pár. Nem, értem, de ti játszottatok egy moziban. Igen. Napi 8, 10, 12, igen. 14 órában. Alig marad idő a privát létre. Jelenetek közben együtt tudtunk lenni. Tehát jelenetek közben nyilván volt nekik egy szobája, ami a karakter szoba, és mi ugye ott voltunk jelenetek közben, mindenki a saját szobájában, és hát nyilván akkor mi együtt voltunk. Tehát, hogy... Mikroport nélkül, így érted? Persze, rányomtam mute-ra, az kész. Jaj, de hogy igen, tehát igen. Tehát lehetett csókolózni, nem imitáltan is. Erre persze, de hát ott nyilván ott örültünk, hogy élünk ennél egymáshoz szóltok. Bár mindenki intézte a saját dolgait, tehát hogy... Azért 5 év nagyon sok, fél évtized, akárhogy is nézem, egy ilyen meghasonlásban átvettem ezt a szót, egy olyan kapcsolatban, mert imádtátok egymást, nagyon szenvedélyes kapcsolat. Nem is lett jó vége. Igen. Annyira párosban nagyon, túl szenvedélyes volt? Igen. Elfogytunk. De ha már a nyerőpárost említed, akkor azért az én a nappal Budapest vége óta mind a kettőtöknek voltak lehetőségei, tévéműsorokba hívtak titeket, szerepeltetek is. Elegendő volt? Vagy többet várnátok, vagy többet szeretnétek, vagy akartok még képernyőn lenni? Hát mondom, igazából tehát sosem elég. Én azt gondolom, hogy én folyamatosan forgatnék, folyamatosan ott lennék, szinte minden műsorban látom magam, amit így otthonról nézek. Kékfény ablak. Évgyűrű. Kékfény, rácsos ablak. Évgyűrű. Szóval persze, én nagyon csinálnám, én annyira imádom ezt az egész életet. Gondolkozunk egy podcaston most. Tényleg? Ide jöttetek tanulni. De egyébként. De itt lesz konkrétan. De mondjuk a podcastot Laliként, vagy Norbiként, vagy Gáborként, vagy Petiként. Peti Norbi. Na, szóval, hogy Peti Norbi. Tehát, hogy most már abban lennétek benne, hogy ti magatok vagytok. Igen. Egyébként, és annyira, tehát én azt gondolom, hogy nekünk annyira jól működik a kettesünk, illetve a hármasunk, a Joe-val, a Varga Mikivel, hogy ez egy olyan, tehát a mai napig nagyon sokan kérdezik, hogy mi van veletek, miért nem együtt, miért nem csináltok valamit, tehát hogy igény van rá, és tényleg nagyon sok a visszajelzés, és így, ez így most motoszkál a fejünkben, hogy mi lenne valamit csinálni. Kivált kép ugye a zene nálad annyira meghatározó volt, hogy erre a karakterre írtak is egy, hát zeneileg ki tud jobban bontakozni Laliként is. Már nekik, hogy ez kamu. És ez kamu volt?
Nem, hát ugye nem a karakterem a Lali, ő ez nem a Norbi csinálta, hanem a Lali. Hanem a Lali. Látod, hogy már én is keverem? Érted? Igen. Azt a Lali csinálta? Igen. Szóval egyszer... Miért ment olyan jól? Mégis meg kellett volna csókolnod. Hát, ha vala megszáll. Igen, egyszer a Lali gondolt egyet, hogy igen, akkor ő szeretne zenész lenni, mert hogy milyen jó, látta Bunyós Pityunál, hogy ez egy csajok, minden, pénz, siker. Láttam is a jelenetet. És akkor, igen, szóval így... Ebben a karakterben született egy, mit tudom én, 3-4-5 dal. De a Lollipop lett a legismertebb, de van Buli Császár, Igazspan, stb. Tehát, hogy ezzel tudtunk mi járni, fellépni. Én énekeltem, Gabi meg... De az akkor nem tud a sajátod lenni, és nem is akart a sajátod lenni, ugye? De hát az senki nem, tehát azt mindenki azt úgy gondolja, hogy az az övé. Hát az nagyon jó, de ezt mondom, hogy ez a skizó helyzet már megint. Tehát, hogy egyébként te Norbiként a Lollipopot vinnéd tovább? Viszem is. Viszed is? Igen, mert ugye... A jogdíjat nem kapja, az a baj. Hát az... Abban nagyobb ház lenne. Nem, most kaptam azt, ami 2000 valahány száz forintot utaltam. Azt én utaltam, te hülye. Te voltál? A jogvédő iroda valami. Köszönjétek el, hogy én most a napokban olvastam egy cikket, ahol egy Kossuth Díjas színésznő, most nem akarom mondani, mert nem tudom. Na mindegy. Szóval, hogy ő nyilatkozta azt, hogy nagyon szomorú attól, hogy manapság már ő így fogalmazott, hogy bárki az utcáról betévedve lehet színész, és játszhat akár bizonyos típusú sorozatokban. És én akkor azt gondoltam, hogy ő biztos, hogy az Éjjel-nappal Budapestre gondolt, mert azért a mai sorozatokban, tehát a fikciós sorozatokban azért rendes színészek játszanak. Igen. Tehát, hogy ti ilyen típusú ellenvéleményekkel találkoztatok, akár ott közben, akár azóta, hogy ti most akkor mik vagytok, színészek, vagy mit akartok itt színészek? Improvizációs színjátszás, amit csináltunk, és sose akartunk szerintem színészek lenni, legalábbis én ezt... És nem is mondtuk magunkról. Én ezt mindig mondtam, hogy te semmi közünk hozzájuk, azt iskolában tanulják évekig, nem tudom, de amit mi csináltunk, azt nagyon kevesen tudják. De azt hallottuk vissza a színészektől, hogy ők nagyon szerettek volna helyünkbe lenni, és nem értik, hogy ők, akik amúgy tanulták ezt a szakmát évekig, hogy miért mi kapunk magánemberként, és klímaszerelőként egy ilyen lehetőség. És egyébként voltak olyan színészek a sorozatban, akik elvesztek ebbe az egészben, sokkal teatrálisabbak voltak, tehát hogy annyira lejött a képernyőről. Nem tudtak úgy improzni, hogy... Ne... Máshogy. Aha. Hogy gyerekek, hát ez egyébként, ugye ez egy nagyon szűk műfaj, egyetlen egyet tökéletesen lehet érezni, hogy a casting zseniális volt. Vele ment a legjobban. Tehát vele mi annyira működtünk Gabi Laliként, hogy az operatőrök nálunk, a hangtechnikusok csinálták a nagy Győzike show-t. Tehát ők azért edzett gyerekek voltak. Volt olyan, hogy azt látod, hogy bemond valamit ez a hülye, és elkezd itt a fejem mellett mozogni így a kamera, így először, aztán egyre lejjebb megy, és térdel az operatőr, és fekszik a hangtechnikus hátra, és visítva röhögnek. Érted? Tehát, hogy mi annyira működtünk a kuvasszal, hogy... De a többiek is, tehát többiek, igen, abszolút, ez a műsor a castingnál dőlt el. Az első casting bomba volt. Igen. Tehát meglévő karakterekre nagyon jó embereket találtak, és tényleg, tehát nem csak mi ketten éreztük azt, hogy közel van a karakterünk amúgy a privát életünkhöz, hanem a többiek is. Tehát olyan hasonlóságok voltak, hogy olvasták ők is a forgatókönyvet, és nem hiszik-e, hogy ez már velem meg. A kezdő 11 az nagyon, nagyon működött. Valóban, mint egy jó futballcsapat. Annyit mondjatok, hogy találtak rátok? Ti magatok jelentkeztetek? Szülők írták a levelet helyettetek? Vagy? Hát én nagyon sok castingon voltam az RTL-ben. Minden ilyen casting felhívásra én azonnal mentem, és így benne voltam a... Ablak. És benne voltam az adatbázisban, meg már tényleg ismertek, hogy ez már megint itt van. A való világosat mondjad már. És akkor a való világ még beszavazósós volt, élő beszavazósón kerültek be ugye a játékosok, és ott mi tesómmal akkor egy ilyen páros beszavazósó a BC, volt. A BC meg a Gigi, ami bejutottak, abba voltak ők is. Igen, abba voltam én is a tesómmal. Tehát az élő showig eljutottunk, de ott nem minket választottak a nézők, és akkor emiatt nem mi mentünk be a való világba, de már ott, még akkor ott a Stoll volt, a Balázs vezette, meg talán a Lilu, nem tudom, és akkor ott mondták a szerkesztők, minden, hogy jó, most ez nem sikerült, mert nagyon-nagyon kivoltunk tesómmal, nagyon szerettük volna azt is. És így tényleg ilyen búbánatosan húztuk vissza a bőröndöt a parkolóba, és akkor ott kaptak el, hogy de jó lesz még, pont a Kovács Dani. Jók leszünk mi még valamire, mert amúgy jó karakterek vagyunk, tehát majd szólnak, ha lesz valami lehetőség. Én akkor azt gondoltam, hogy biztos csak... Bullshit. Igen, hogy csak meg akarnak nyugtatni, vagy igaztalni szeretnének, és nem, tényleg így volt. Tehát rá két évre jött egy telefon,
Hogy mert két év. Alig kellett várni, semmi az egész. Igen, én akkor már le is tettem, tehát abban a két évben már nem jártam castingokra, meg semmi, jó, akkor ez a tévé. Nem, hittél Daninak, na. Csak, igen, majd szól. És nagyon vicces egyébként, mert ő volt a fix. Tehát ő volt meg először a karakterek közül, és hozzáalakítottak gyakorlatilag mindenkit. És nem velem castingolták az összes többi lehetséges. Gabit, működik a kémia, a ritmus. Ja, hogy működsz-e, tehát hogy... Igen, mert ő benne biztosak voltak, hogy őt akarják. És engem egy volt osztatásom az egyetemről fölhívott, hogy indul egy új sorozat. Csajozós, tetovált, nagy dumás karakter. Neked való. Épp akkor be voltam rágva én is az RTL-re, mondtam, hogy nem megyek. Hívták egy ismerősömet, anyámat, és akkor mondja a muter, hogy figyelj már, nincs mit veszítened. Fogd meg, ezt menj el. Mit csináltál akkor éppen? Csajozó. Akkor épp vége volt a rádiónak. Aha. És épp egy ilyen 3 hónapos munkanélküliségben voltam, és mondtam, hogy akkor én lázadok, én megtehetem. Soha jobb. Hattul nem. Bementem a castingra, és ott ült kuvasz, meg ott ült bele még egy ilyen. És nézem, a Joyval egyből tetovált, meg volt a közös hang, és akkor piáltak, meg a hülye, ilyen haja volt, mert hagyjál már, mondom, nem ez alkoholt. Ki? Nem, teát. Persze, ment a teát. De ilyen haja volt. És mondom. Nem, bocsánat. Igen, csak ja, nem, akkor még ki volt egyenesítve? Ki volt húzva? Én utáltam régebben a göndörhajat. És mindig vasat. Egyenes se volt ilyenre húzva a haja. De felé, persze. Felé állt? Nem úgy mindenki. Mint Liszt Ferenc, úgy néztél ki? Ilyen bekemes. A jelenlétemben a hajakat nem erőltetni, de ugorjunk. De te direkt vágtad, lehet ez ennyi. Nem kaptok hajba ezzel. Ezt sértéshajnak hívni hagyjuk. Sajnálom, adunk a Norbitól. Most gyorsan még csak annyit a hajról, Göndörke. Hogy mindig így mentem a castingre, és akkor mondták, hogy egyszer gyere már úgy, hogy megmosod, és nem csinálsz vele semmit, csak megszárítod. Yes. Úgy ment, megláttak, ez meg yes. Volt. Marad. Aha, ez kell. Forgatáson egy tollat, zöld borsót, minden szart beleraktunk a hajába, és észre se vette. Tehát, hogy olyan volt a haja. Lehet, hogy él is benne valami? Bármi, tehát amit keresek és nincs meg már napok óta, az biztos. Lement a víz alá, följött és nem mozdult a séró, tehát mint az afroamerikaiaknak, nagyon durva volt. Tehát olyan volt a haja. Na mindegy, megláttam őket és mondtuk, hogy ez a hülye, ez ki, nem áll, gáz. És kijött a Margarita meg a nem tudom, és mondták, hogy hát ő aki fix, ti meg vagytok, akik esélyesek, hogy vele kell jobban ezen lenni. Bementünk hárman, ő már a 10 éve volt, tudod így, megfejtésbe, mentünk a Lajival, vagy a Joyval még ketten mellé, és akkor egy autószerelős játékot kellett eljátszani, és fölrobbantunk. És akkor mondták, hogy jó, akkor lehet. Király lesz. Jó, ugye rögtön egymásra találtatok, és Kávéta a végén, igen, csatlakoztál. És akkor utána mondták, hogy egyébként, ha elkezdjük a forgatás, az első 2 héten még indoklás nélkül bárkit kirúghatnak, hát az a 2 hét az életünk szerintem legpopsi összeszorítósabb időszaka volt, de hál' Istennek. Mert már akkor viszont imád. Gondolj bele, pénz, albérletet kapunk, főműsoridőben vagyunk, RTL-en, akkor még az volt csak, hogy 1 év lesz köbben, nem nagyon tudják, hogy mi, de hát az is jó volt. Legelején még csak pár hónap. Mindig jött rá még egy év. Érjük el az nem egy működő. Évet, akkor már örülnél. Érjük el a 2-t. És utána látszik, hogy berobbant az egész, és így azt mondta a Kovács Dani, a főrendező, hogy akkor érezte azt, hogy valami jót csinálunk, amikor az RTL jogi osztálynak a vezetője odajött, hogy hát ezt a képet, hogyha aláírna az összes szereplő a lányomnak, és akkor még hogy... Oh. Tehát hogy akkor mondták, hogy akkor érezték, hogy ez szólni fog. Engedjétek meg az összes tiszteletem a tiétek, most az minden viccet félretéve. Mert 2001 nehány száz epizódot egy termékből előállítani, hát az ott, azt én értem, hogy életetek legnagyobb kalandja, de azért ahhoz komoly munkabírás és monotón tűrés is kell, hogy valaki meg alázat csinálja. Sok-sok alázat, így van. Parancsolj. Csak azt felejtettem mondani, hogy most már igen, egyre többször jut eszembe, hogy újra kezdeném, hogy csinálnám, tehát hogy most már igen, hiányzik. Ezt még nem fejeztem be. Ezt majd bevágják oda. Amúgy mekkora lakásod. És ezt a rádióban el is mondhatod, mert te meg most nagyon rádiózol, ugye? Én most nagyon rádiózom. Intenzív. Van egy-két olyan dolog, ami még alakulóban van, de ha minden jól megy, akkor nagyon rádiózunk. Ennek az esküvők, mennek a rendezvények. Ez milyen durva, hogy mind a ketten ceremónia mesterek. Én már akkor is az volt, amikor elkezdtük, te meg azért lettél, mert rád nyomták. A karakter. De a csak a konkurenciái lettetek egymásnak? Nem, azt beszélgetjük, hogyha bármit én nem tudok megcsinálni, akkor nem őt hívom, ha ő bármit nem tud, akkor engem. Oké. Okay. Tiszta sor. Egyik kelete, Magyarország másik. Ügyesen befejeztétek ezt a Gábor Lali karaktert, és egymás orra alá toljátok a nedves törül között, tehát... Nem, mi abszolút működünk, tehát hogy gyakorlatilag ezen rivalizálás soha nincs. Akit összeadtatok eddig, ugye mindegyütt vannak, tehát nem volt válás azóta.
Nem tudom, az utána nem beszél. Ja, utána el van feledve a kliens. Nem válóperes ügyvéd. Letiltjuk a számokat utána mindig, amikor valaki megvan tiltörő. Legközelebb, hogyha beugrotok egy ilyen 10 éves projektbe, akkor előtte még mint Petit és Norbit meghívunk benneteket, mert utána, hogy kell szólítani, azt majd a karakter... Gender semlegesek vagyunk. Köszönjük nagyon. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.